Készüljetek fel, mert megkezdődik a heti ingyenes 8 perces online mentorálásom. Az előző cápák között videómban megemlítettem, hogy lenne egy kiváló business opportunity a cápák számára. Az időutazás még nekem sem nagyon megy, de gyakorolgatom. Mondjuk, hogyha kapnék rá egy olyan 10 millió dolláros befektetést az egyik cápától, akkor ígérem, hogy elmegyek a jövőbe, visszajövök és megsúgom neki a lottó nyerőszámokat. Valamit jól csináltam. És képzeljétek el, hogy az egyik cápa rá is harapott. Nem is akármelyik. Maga az Aquaman. Kedves Dancsó Péter, úgy hallom, az időutazásról van egy jó ötlete. Engem érdekel. Várom a pitchet. A Szent Királyi Donald Trump számára be is bicseltem az ötletemet, és a TikTokon elkészítettem az első működőképes magyar időgépet. Kedves Balog Levente, kedves cápák! Elkészítettem az első magyar időgép prototípusát. Ez az időgép 15%-kal távolabbi jövőbe repít minket előre, mint a csicska külföldi időgépek. Most megtudja a világ, hogy a magyar időgép a legjobb. Meg is érkezett a 10 millió dolláros befektetés a számlámra, köszönöm szépen. Most pedig megyek a jövőbe, és megérdeklődöm a lottószámokat. Ha nem jönnék vissza, akkor eltévedtem a téridő kontinumban, és várjanak tovább. Kívánjanak nekem sok sikert, szavaztok, csumi-csumi! És már vissza is tértem a jövőből. Hát sajnos lottószámokat nem találtam, de cserébe találtam egy üveg nagyon finom unikumot. A jövőben mindenki ezt fogja inni, mert a múltban, azaz most, úgy bepromóztam, hogy ez lett a világ legnagyobb piája. Alkoholfogyasztást szigorúan csak felelősséggel. Responsibility. Most pedig térjünk vissza a cápák közöttre. Megdupláztuk feliratkozóink számát. Ez a feliratkozó szám jelenleg 20. Mennyi? 20. Mennyi feliratkozód van neked? Igen, nézzük csak. Nulla! Érkezett kettő srác, akik egy AliExpress-es otthonka viszont eladásával foglalkoznak. A pulók külseje egy puha, Velsoft anyag, a belseje pedig egy hihetetlenül meleg serpabélis. Ennek a cusznak az eredetie az amerikai komfi, ami szintén szerepelt az amerikai cápák közöttben. It's the blanket that's a sweatshirt. Fa-la-la-la-la-la-la-la. Valószínűleg a srácok innen is vették az ötletet, hogy bemenjenek a műsorba. Fontos volt, hogy az ötlet a távoli piacokon már validálva legyen, hogy az első pillanattól kezdve profitot termeljünk vállalkozásunknak. Ez mondjuk nem egy túl eredeti dropshipes termék, ezt a cuccot egy az egyben bárhonnan megrendelheted, csak ők rátesznek egy logót. 22.900 forintba kerül. Nekünk már van ilyen otthon, nem tőletek rendeltem, és 8.000-9.000 forint környékén meg is kaptuk mi ezt. A dropshipping egy olyan viszonteladói vállalkozás, aminek nincs se saját gyára, se saját raktára. Amikor te egy dropshipes webshopból rendelsz valamit, akkor az a cég megrendeli helyetted mondjuk az AliExpressről vagy az Alibabáról azt az adott terméket, és kiszállítatja hozzád. Dropshipping-el kezdtétek? Tehát, hogy ti nem is gyártjátok, hanem csak valakitől veszitek és adjátok. Ezért a dropshipes webshopokon történt megrendelések pedig sokkal tovább is tartanak, mint hogyha egy olyan webshopból rendelnél, aminek saját raktára van. Persze két hét volt, míg ideért, de ideért. És az elején lehet, hogy keresel is vele egy kis pénzt, valameddig beindul, de előbb-utóbb az összes dropshipping vállalkozás lehal, mert az emberek rájönnek, hogy át vannak verve, mert nem hülyék. Ez egy nagyon egyszerű üzleti modell, ami nektek fiataloknak szerintem egy tök jó alap ahhoz, hogy vállalkozóként kezdjetek el gondolkodni. És szerintem mondjuk ez a pulcsi nem is néz ki valami jól. Maximum azoknak a nőknek jöhet be, akik mini egeret hordanak magukon mindenhol. Maradhatok így? Maradhatok. Hogy ha a legkomolyabb hoodie-t akarjátok, akkor mondanom sem kell, hogy mit kell tenni. Hypernovát kell venni. Mutatom is, hogy érkeznek meg hozzátok a Hypernova cuccok. Ilyen vákumcsomagolásban. Pont úgy, ahogy az űrhajós kaják. Annyi különbséggel, hogy ezeket nem ajánlottos elfogyasztani. Webshop link a leírásban. Ha eljöttök mind a ketten hozzám dolgozni, reggel 8-től 5-ig, akkor beszállok. A pulcsi helyett a cápák inkább a srácokat veszik meg kilóra. Az ajánlatot elfogadjuk. Ügyesek voltatok. Köszönjük. A srácok rájöttek, hogy igazából álláshirdetésre jelentkeztek, hát pénzért jöttek, azt munkát kaptak, nem volt valami jó biznisz, gyerekek. Érkezik az újrahasznosított papírtáska. Egy magyar ember átlagosan évente 91 kiló papírt használ fel. Jó, de a 91 kiló papírból szerintem a nagy része azért WC-papír. Nagyon vastag a széklet. Gyerekkoromban az újrahasznosított WC-papírról azt hittem, hogy úgy csinálják, hogy azt, amivel már valaki kitörölte a segét, kiszedik a
csatornából, és megtisztítják. Hát nem logikus? Hát ez az igazi újrahasznosítás. Papírhulladékokból készülnek? Igen, igen. De ugye ez valamilyen celuxal be van-van-va? Igen, így válik vízállóvá, sajnos. Aztán kiderül a táskákról, hogy mégis kell hozzájuk ragasztóanyag. Hát álljon meg az árcsi menet. Celux táska, vagy tehát egy műanyag táska, ugye? Hát... Viccesebb lenne, hogyha Metropol cikkekkel lenne tele a táska, és hogyha valaki el akarja olvasni az aktuális híreket, mindig viszi magával metróra az aktuális táskát. Az nem jó, hogyha azt mondjuk, hogy környezetbarátok vagyunk, hogyha celuxszal ragasztjuk be. Érkezik az Alftini felügyelet projekt, ami saját szekusokat biztosít az éjszakába induló fiatalok mellé, hogy ne tudják bedzsinázni őket. Alftini felügyelet. Ez egy élőrzéses személyvédelmi szolgáltatás. Légy szíves, ne a hely előtt topzódjatok, jó, mert nekünk ebből gond lett. Hogy a gyermeket abban a helyzetben, vagy önmagától, vagy az alkoholtól, vagy bármitől megvédjük. Hát ezek csak 6 évesek. Mi gondom lehet velük? De amikor én voltam tini, akkor miért nem volt ilyen? Hány embert összeveredhettem volna vele? Hé, Jocó! Az az ember ott fogdosott! Törd el a karját! Van fogalmad arról, hogy mit csinálunk veled, ha egyetlen kicsi karcolást találunk rajta? Akár csak egyetlen karcolás? Be fogunk perelni! A bíróságon találkozunk, haver! Hát ezt a világot nem értem. Oda mész és szóltok neki, hogy én most elég. Én letenném a poharat. Természetesen. És ha nem hallgat rád? Olyan nincs. És lenne egy olyan házi buli, ahol mindenkinek van egy saját verőembere, és bemész, és tele van az egész lakás ilyen 2 méteres szakállas verőemberekkel, és mindenki csendben issza a málna szörpét összeszorított seglukkal. És olyan is volt, hogy a kislány annyira eszméletlenné itta magát, hogy egy idegen ember akarta betenni az autóba és elvinni. Ezért inkább elment egy másik idegen emberrel. 30 000-től 100 000 forint, az viszonylag sok. A tini felügyelőknek szuperképességeik is vannak, és láthatatlanná tudnak válni. A láthatatlan védelem arról szól, hogy a gyermekek nem tudnak rólunk, teljesen láthatatlanok vagyunk az éjszakában, csak akkor jelenünk meg, ha bármilyen probléma éri. A láthatatlanná válás gondolom csak a 100 000-es csomagban van benne. Van olyan gyerek, aki szeret veled elmenni? Először félnek. Anyu nem bízik bennünk, apu nem bízik bennünk, rám állít egy biztonságőrt. Most a tini felügyelők egy kicsit ne figyeljenek ide, mert elmagyarázom a többieknek, hogy hogyan lehet kikerülni a tini felügyeletet. Otthon a szülőknek elmondott, hogy mondjuk a madamba mész bulizni. Madam. Fater felhívja a tini felügyelőt, megadja a madam számát, te meg közben elmész az operába, és megnézed nyugodtan a Figaro házasságát. A cápák annyira megijednek a Lacitól, hogy megdobják pár millió vissza nem térítendő támogatással. Befektetéstől függetlenül 1 millió forintot szeretnék adni nektek. Please don't kill me, please, just wait. Kapták 2 millió forintot, mindenki rád akarja bízni a gyerekét. Érkezik a bogyós Glória, aki hoz egy doboz igaz gyöngyöt, és bejelentkezik a rajongóknak. Sziasztok, Pörgörlök! Most itt ülök a cápák között forgatásán. Az is kiderül, hogy nagyon sok kis Pörgörl van a nagyvilágban. Több mint 70 000 követőm lett. Uha. És azóta életem a Pörmama, ők pedig a Pörgörlök. Az esélyegyenlőség egyében remélem bevesznek majd Pörl bolyokat is, és beújíthatok magamnak egy jó kis Pörl necklace-t. Az Oh My Pearl Dress. Ami lényegében ugyanúgy gyöngy fűzve van, és horgászdamira van egyébként fűzve. De aztán kiderül, hogy a gyöngyruha nem is igaz gyöngyből van. Ruhadarabokhoz műanyag gyöngyöket használom, ugye, mert az könnyű, és az veszi át a testhőmérsékletet. Glória még azt is elárulja a cápáknak, hogy apró pénzért szerzi be az anyagot. Fillérekbe kerülne. Gyertek vissza jövőre, én most kiszállok. Köszönöm szépen, én kiszállok. Köszönöm, én kiszállok. Köszönöm szépen, kiszállok. De én kiszállok. Én kiszállok. Úgyhogy én kiszállok. Úgyhogy én kiszállok. Kiszállok. Sok sikert, de kiszállok. Én is kiszállok. Köszönöm szépen, de én kiszállok. Köszönöm szépen, én is kiszállok. Én is kiszállok. Figyelj, most elég. Köszönöm szépen, de én kiszállok.